Jó estét kívánok, ez itt a Kezdőkör, a Fehérvár Televízió sportos kibeszélő műsora. Nagyon-nagyon elit televíziós társaság jött ma össze, itt vannak a Fehérvár Televízió sportriporterei. Talán még nem is volt ilyen, hogy csak mi vagyunk így magunk köz, de nagyon örülök neki, hogy ma így alakult. Itt van Kaiser Tamás, Farkas Szilárd, illetve Németh Krisztián. Mondhatom, hogy így mindegyikünk mögött már több tucatnyi, vagy akár több száz meccs közvetítés áll. Például egy kakukktojás van közöttünk, Szilárd, aki még nem közvetített mérkőzést itt a Fehérvár Televízióban sem, vagy csak itt, nem tudom. Vágysz rá, hogy ez a kommentátori élmény, ez, vagy ennek a vágya, ez megvan benned? Hát egy kicsit visszafogottabban, de igen, teniszt már úgy közvetítettem próba felvételek során, és az egész jól sikerült, mert ott nem kell ugye annyira túltolni az eseményeket, tehát vannak bizonyos holtjátékok, de nagyon élveztem szerintem. Menne itt is esetleg, ha lesz valami rangos verseny, nem tudom, hogy ez... Mindjárt megbeszéljük, majd kisorsoljuk. Be kell ugrani az Alba Nyíregyházára? Igen, az jutott eszembe, hogy... Ez egy casting tulajdonképpen most. Sajnos nem egy generáció vagyunk, a tőlem jobbra ülő kollégák mind szemtelenül fiatalabbak nálam, de azt akartam igazából kérdezni, hogy van-e még ez a fajta vágya egy sportot szerető és a sportújságírással kacérkodó fiatalembernek, mert a mi időnkben mindenkik nézi Jenő meg Vitrai Tamás szeretett volna lenni. Volt ennek egyfajta kivételezett státusza is, mert abban az időben tényleg egy tévében gyakorlatilag mindent ők csináltak, mindenhol eljutottak, és mindenki őket irigyelte. Hát ma ti láttok, nem tudom, 30-40 sportcsatornát szerte a világban, ha akartok, most az online-ról nem is beszélve, hogy van ennek még ilyen presztízse szerintetek? Akarnak még az emberek sportriporterek lenni? Hát én azt tudom elmondani, hogy ugye jártam főiskolára, egyetemre, és ott nagyon érdekes módon ott mindenki, minden fiú majdnem, hogy sportos akart lenni, valamilyen köze akarta, hogy legyen a sporthoz, akár újságban, online, nyomtatott sajtóban, vagy tényleg az online termékek között, vagy a televízióban, ugye a legtöbben szerettek volna elhelyezkedni, és Újvári Márté ugye most a Forma 1-et közvetíti, Tóth Bálint például olimpián is közvetített már kézilabdát, ugye mind a ketten az M4 sportnál dolgoznak, úgyhogy nagyjából Bálint sikerült. Bálint egy kedves ember. Sikerült, nem tudom milyen kapcsolatban, de szerintem igen, bizonyos értékek között, illetve hát bizonyos helyzetekben minden bizonyan az, de mindenkinek van ilyen vágya szerintem. Viszont hozzáteszem azt, hogy én azt gondolom, hogy a sportriporter, illetve a sportos munkákon belül mindenki kiválasztja a saját maga szegmensét, hogy ő mit szeretne igazából legszélesebben csinálni. Én például interjúzni szeretek, tehát előzetes interjú, esetleg az utólagos interjú, ugye pályaszélizni esetleg, vagy egyéb háttérműsorokban tevékenykedni, magazinos anyagokat csinálni, sportosat is, akár ha már a sportról beszélünk. Igen. És van, aki csak kifejezetten kommentátor szeretne lenni. Szerintem ezt így el lehet, és el kell most már választani. Ugye a régi nagyok mindent csináltak. Szerintem most már nem ez a tendencia, hogy mindenki minden. Hát én nem tudom, mert ti jártatok nálam mostani időhöz képest azért közelebb időpontban ugye a sportriporter képzésre. Nem tudom, hogy elválasztják-e ezt külön. Tehát mondjuk abban a bizonyos komlósi stúdióban, ahol tudtommal megfordultatok ti is. Ott nem, de abban a tekintetben igaza van a Szilárdnak, hogy azért a Hajdú B. Pistát nem látod interjúzni. Hát őt speciál nem. Vagy mit tudom én, a Faragó Ricsit, bár itt már nem is hallom sehol. Amerikai focit közvetít még? Vagy most az sem? Hát ma nem tud, szegény. Sem, nem tud. Hát ha csak nem jön el egy Entroners meccsre majd sztárfelépőként. Valamilyen szinten nyilván le vannak osztva a szerepek, képességek szerint is. Én azt gondolom, hogy egy borzasztó híg lett a piac, a fölhozatal. Tényleg nagyon sokan akarnak kommentátorok lenni, tényleg... De te egyetértesz például azzal, vagy ti egyetértetek, hogy az lenne a csúcs? Mert sokan azt gondolják, hogy meccset közvetíteni, hát nem tudom, hogy az a legnehezebbe, vagy annak van a legnagyobb presztízse, hogy valójában hogy van. Én egyébként Szilárddal legalább akkorára értékelek egy jó interjút, egy valóban jó interjút, mint egy jó meccs közvetítés, de hát nyilván mindenki úgy van vele, ahogy az ő ízlése vagy tapasztalata diktálja. Hát egy mezőköves pápa, ha lenne még, az lenne a csúcs. De nem tudom, tehát ez hát szerintem ma már azt mondani, hogy mi a csúcs, hát egy csúcs, tehát pont ez a lényeg, hogy olyan szinten változott meg a világ az elmúlt 20 évben, hogy
tényleg annak idején egy pályakezdő Hajdubét, Faragót meg lehetett ismerni, tényleg a Somosikrekről gyakorlatilag azonnal lehetett hallani. Ma meg tényleg olyan emberek ülnek oda és posztolják ki a Facebookra, hogy 500. meccsemet közvetítem, hogy egyszerűen bántja a fülemet, ahogy beszél a srác, pedig ismerem, jóba vagyunk, beszédhiba van, modorosság van, tudálékosság van, tényleg a másiknál csak beszédhiba, a harmadik nem tudja, hogy milyen eseményen van. Tehát, és vannak olyanok, akik nagyon-nagyon régóta ott vannak a pályán, és a mai napig ott vannak, elmennek, beutazzák, és nem érted, hogy mit csinál, mert nem, tehát fogalmatlan a Pali. Nyilván mi sem vagyunk tökéletesek, meg innét most, meg otthon a fotelből, ugye nagyon-nagyon könnyű ezeket a dolgokat mondani, de tényleg sok esetben van az az érzésem egy-egy riporterrel kapcsolatban, hogy te atya ég, ez kinek a kie. Szóval, nem, hogy... szerintem egyébként továbbra is a csúcs, az a kommentátorkodás, ez szerintem, ugye hát hárman gyakorlatilag néhány évfolyam eltéréssel egy alomból valók. Nagyon kedves, hogy ezt mondod, ez a néhány év, bár annyira. Igen. De hogy szerintem mindenki számára ez ennek a szakmának, vagy hivatásnak a csúcsa. De a legnehezebbnek is érzed, vagy miért van ez? Vagy azért, mert annak idején ezt nézték az emberek a tévében? Hát alapvetően szerintem a sport lényege az maga a mérkőzés, tehát az arra figyel mindenki. Most azt nem mindig tudod megmondani, hogy mit nyilatkozott Fiola Attila meccs előtt, de hogy mit csinált a meccsen, és hogy mit csinált a kommentátor, amikor mondjuk berúgta a franciáknak a gólt, azt pontosan fel tudod idézni, attól áll fel a szőrekezene. Olyat is kell mondani hozzá. Nyilván olyat is kell mondani, de egyébként pont ettől nehéz most már szerintem, még nehezebb, mert ugye információ az rengeteg van, az elérhető. Hát az összehasonlíthatatlan egyébként. Szerintem az a baj, hogy ma már nem kell jónak lenni. És lehet, hogy nem is baj ez egyébként, mert tényleg olyan máshogy széles, lenni, olyan széles a perspektíva, meg annyian vannak, tényleg külföldi streamen nézed a meccset, hogyha a kedvenc csapatodat nem éred el máshogy. Annyira másodlagos lett szerintem ma már a kommentátornak a szerepe, tehát maga a sport is meg én már nem is nagyon hallgatom, közben megnézek egy meccset, beszélgetek, vagy... Jó, de ha ma tényleg úgy nézel egy meccset, akár háttértévésként, vagy akár levéve a hangot, ma ugye azt is lehet, hogy atmoszférán nézel, leveszed a kommentátor hangját, akkor is minden információt gyakorlatilag megkapsz, tényleg elképesztő technikai fejlődésen ment át ugye a sportközvetítést, 26 kamerával közvetítenek egy meccset, tehát gyakorlatilag azt is látod, amit rajtad kívül senki más nem lát, amit a helyszínen nem látják. És nyilván ez egy kicsit aláértékeli innentől kezdve a kommentátor szerepét. Mit mondjon az a szerencsétlen, amit a néző nem látott már a háttérinformációkkal kapcsolatban, amit esetleg nem tud megszerezni maga is online. Viszont és amit ne tudna jobban, gondolja. Na hát erre akartam mondani, hogy a sportkommentátorokkal szerintem még mindig úgy vannak az emberek, hogy mindenki azt gondolja, hogy hát ezt én is tudnám, mit beszél ez a hülye össze-vissza. És bevallom, nekem egy nagyon kellemes élmény volt, amikor már nem emlékszem, hogy a 2008-as Európa-bajnokság vagy a 2010-es világbajnokság idején volt, hogy a Telesporttel dolgoztam, és volt egy olyan lehetőség, hogy megadtuk nézőknek azt a lehetőséget, hogy jöjjenek be, és olyan meccset, ami egyébként nem ment akkor nálunk élőben. Néhány percekre volt. Beülhettek, és közvetíthették, és hát nyilván nagyon sokan jelentkeztek, akik lehet, hogy adott esetben kommentben, meg itt-ott le is írták, hogy ez a sok hülye mit dumál össze-vissza. Nagyon ki tud derülni az két perc alatt, hogy ez egy rettentő bonyolult és nehéz munka. Nyilván nem agyérsebészet, nem arról beszélek, de sokkal könnyebb minősíteni, mint valóban jól csinálni. És talán ez a presztízse megmaradt, viszont azért nagyon örülök, Tomi, amit mondott bevezető, mert az első kérdés, amit fölírta magamnak a mai adáshoz, és tulajdonképpen ez volt a felvezetés, hogy nézre-e még az emberek egyáltalán tévében sportot, mit csak, néznek? Még egy gondolat, aztán mehetünk el a tévézésre, hogy azért van olyan helyzet szerintem, amikor van egy olyan fajta szaktudás valaki mögött, mint ami például Weber Gábor mögött van, hogy olyan szinten van képbe a Forma 1-jel, az autósporttal, a technikával. Hát belőle jött. Forma 1-es versenyző nem volt, persze, de hogy, és mindezt el tudja mondani úgy, hogy annak sem
olyan lapos, aki benne van, és annak is érdekes, aki most szállt le tényleg a bicikliről, és először néz Forma 1-et, tehát ebben a tekintetben azt gondolom, hogy de az, hogy tényleg a foci, amikor tényleg a 10 millió szövetségi kapitány országa vagyunk, és pont ettől pokolian nehéz egyébként szerintem jónak lenni, meg az is annyira szubjektív, mert tényleg van, aki, ugye most az elfogadott, hogy a Hajdu B ugye az etalon, de mégis, ha fölmész és olvasol kommenteket, akkor ott is van egy réteg, aki nem szereti, ott van az Egri Viktor, aki aztán tényleg elképesztő megosztó, mert vannak, aki nagyon-nagyon szeretik, vannak, akik végtelenül rühelik, tehát ez baromi nehéz. Én mondom, én a Weber tudom azt mondani, hogy ő az, aki a Forma 1-hez olyat ad hozzá, amit mostanában máshol, más meccsek, vagy más sportágak alkalmával nem találkozik. Nyilván az olimpián, ahol olyan sportágakat is megnézel, amit egyébként 4 évenként, vagy a köztes 4 évben, vagy most 3 évben egyáltalán nem nézel meg, az megint más, mert ott leragadtál még, hogy mit a birkózásnál, még a 2000-es években még ilyen golyókat húztak sötét zsákokból, már nincs, tehát hogy ezek a dolgok. De hogy baromi nehéz. Nekem, bocsánat, még két gondolat jutott eszembe. Az egyik az, hogy már nem tudom, hogy hol hallottam ezt a Hajdu B Istvántól, de hogy megkérdezték tőle, hogy annak idején, amikor még nem volt ez a technikai, ezek a technikai vívmányok felvonultatva a sportközvetítések mögé, hogy a mérkőzések után mi az, hogy értékelte magát, vagy egyáltalán mit gondolt arra az egészről, amit ott csinált, és azt mondta, hogy hát nagyon remélte, hogy eltalálta a gólszerzőt, vagy azt, aki a gólpaszt adta, hogy nem beszélt hülyeségeket a mérkőzéseken, és ez ma már, tehát ezt sem tudjuk képzelni, hogy ez milyen mindig lehetett. Mindig az alap, ugye ezt mondta mindig még Knézi Jenő, már az idősebb Isten nyugosztalja, hogy a gólszerzőt el kell találni. Tehát ez a legalapvetőbb dolog. Biztos volt olyan is, hogy neki sem sikerült elsőre, de hogy ez az alap. És egyébként azért fontos, amit Tomi mondott az előbb például Weber Gáborról, mert tényleg nagyon sok dologból tevődik össze, és az csak az egyik része, hogy mit mond az ember, a másik része, hogy hogyan. Hiszen teljesen minden nem kell sportriporteri példát hozni, egy előadást mondjuk egy egyetemen vagy egy tévében is, van úgy, hogy elalszol rajta, és valaki úgy tud beszélni szakterületekről, hogy leesik a szád, miközben nem értesz hozzá, de valahogy mégis plasztikussá teszi. Úgyhogy ez nem könnyű, viszont azt akartam tényleg kérdezni. Bocsánat, ez nekem csak az első felvetésem volt. Azt meg tudod mondani, Zoli, hogy számodra egyébként milyen érzés volt, amikor tudtad, hogy egy ország hallgat téged olimpiáról, EB-ről, BL döntőről. Szóval ez egyébként milyen nyomás? Hát iszonyú stresszes dolog. Tehát, nekem olyan... megfordult a fejedből, esetleg összekevernek a tesóddal. A végén az elköszönést én mindig éreztem, hogy szar vagyok, mondtam, hogy Somos Ákost hallottam viszont. De nem, szóval hogy tényleg nagyon stresszes, és főleg amiatt, hogy az ember, ha kellően rutintalan még, és nem élt benne annyit, és én olyan sokáig azért nem csináltam ezt ilyen országos szinten, túlzottan is ráizgul a visszajelzésekre, túlzottan foglalkoztatja azt, hogy milyen voltam, mit gondolnak, nem tudom én. Ami részben hiúsági, részben talán érthető dolog, iszonyúan stresszes. Tényleg végig ott van az ember fejében. Nagyon felszabadító érzés, ha úgy teszed le a mikrofont egy meccs után, hogy egész jó volt. Úgy érzem, hogy most tök jó volt. Volt ilyen is, meg volt olyan is, amikor tudta az ember azt is, hogy egy konkrét hülyeséget mondott, vagy valahogy az egészben nem volt benne. Tényleg nagyon különbözőek ezek az érzések, de szerintem ott van, és én azt gondolom, hogy akár egy Hajdu Pisti, akár bármelyik nagyon sok rutina rendelkező kollégának ez még meg kell, hogy legyen. Mert amikor már nincs, amikor viszont úgy ülsz be, hogy na, itt van egy, lenyomtam, szevasztok, itt se vagyok. Muszáj, hogy valamilyen szinten ez benne legyen az emberben, hogy tényleg ezt jól kell megcsinálni. És akkor most már csak felteszem ezt. Egy gondolat. Csak azt akartam még. Egyiket a gólszerző tévesztés jutott eszembe, hogy még az Egri Viktor mesélt, készült vele egy interjú jó pár évvel ezelőtt, és kérdezték tőle, mire a legbüszkébb, és mondta, hogy hát a gólszerzőt még életemben nem tévesztettem. Megjelent az interjú, majd azt a pittőd, amilyen egy gondolom, hogy Salernitana Vicenza mérkőzésen eltévesztette a gólszerzőt. Igen, hát... Zoli, tiéd a szó. Záró gondolatként meg annyit hozzátennék, hogy ugye visszakanyarodva az előző kérdéshez, hogy azért az a csúcs szerintem, mert ha nézi is még valaki, ugye most Kajzira egy kicsit reflektálva a televíziós közvetítést, amikor a kommentátor mondja, és nem csak streamet néz például, mindenki rá emlékszik. Tehát az, hogy mondjuk én annak idején elkészítettem az előzetes interjút, és tényleg akkor mondták el az edzők, hogy mi várható
mik a legfrissebb hírek esetleg az öltözőházatájáról. Á, te voltál? Senkit nem érdekelt, mert nem akkor kapcsolod, hanem figyelj, akkor olyan kérdés kell feltenni. Olyan kérdés kell feltenni. Nem magyar fociban megkérdezte volna valakit, hogy mennyi lesz az eredmény, mondjuk egy nappal a meccs előtt. Arra emlékeztek volna. De nem azért mondom, hogy... Jó kérdés, vagy nem jó kérdés, hanem senki nem nézi a felvezető műsort, hanem mindenki csak 9-re kapcsolod, amikor a meccs kezdődik ennyi. Hát igen, és ez elvihetne akár a szakértők felé, de ne felé menjünk. Tulajdonképpen már beszéltünk róla, hogy tényleg néznek-e az emberek ma még televíziós sportközvetítést. Á, kérdés, nyilván nézik, hiszen csak a futballban tudjuk, hogy milyen iszonyatos pénzek mennek televíziós jogdíjakra, és nyilván ezt nem fizeti ki azért egy ázsiai tévétársaság, mert senki nem nézi. De én a saját szurkolói és most nézői identitásomból kiindulva, hát bizony nagyon-nagyon megkopott. Tehát eleve úgy vagyok már vele, hogy nem is kéne otthonra tévé, de ha van, az csak azért, mert néha nézek meccset, És nem tudom, mi az, ami még odaülteti az embereket. Az a kérdés szerintem, hogy nézik-e az emberek a meccseket a tévében, hanem hogy ki nézi. Ugye nem mindegy, 18-49 korosztály ugye az, amelyik... alapvetően célközönségé televíziónak, amikor reklámbevételekről beszélgetünk. Ma én azt gondolom, hogy eleve a televíziózás az már egy ilyen picit kezd ilyen retro műfajjá meghaladott válni, így van. Én 10-valahány évvel ezelőtt ültem egy előadáson, és akkor ott azt mondták, vagy akkor ott elhangzott, hogy nem hiszem pontos szám, de ilyen elképesztő magas százalék szám volt, hogy az amerikai lakosság, mit tudom én, hány százaléka egy héten, hét alkalomból ötször már csak rögzített vagy streaming műsort néz, tehát élő televízió műsort. Nem azt mondom, hogy nagyon kevesen, de úgy vagy láthatóan kevesebben néztek. Nyilván ma már ez teljesen egyértelmű, a különböző, tényleg hány streaming szolgáltató közül választhatsz, most már 20 legalább, ami nálunk elérhető, és legalább magyar felirattal fogható. Tehát ez egyik, hogy ki nézi. Tehát a fiatalok, ugye a Superliga is többek között ugye azért pattant ki a fejekből, mint ötlet, mert azt mérték ugye a legnagyobb csapatok által fölkért szervezetek vagy cégek, hogy a fiatalok már nem, már jóval kevesebben nézik a meccseket. Tehát nagyon-nagyon szűkül ez a réteg. Emellett párhuzamosan robban befele az e-sport, ami mindenki számára kvázi elérhető. Tehát viszonylag alacsonyabb fizikai adottságok kellenek ahhoz, hogy te mondjuk számítógépen jó legyél, mint hogy te legyél a következő Usainból. Tehát óriási a konkurencia harc. Tehát amikor azt gondoltuk, hogy a televízióban közvetített, mondjuk bajnokok ligája döntőnél azzal nem tudsz konkurálni, akkor de kérlek szépen itt van az e-sport. És ugye ez a nem mindegy, és ez nagyon-nagyon sok sportnak fogja majd hozni, én azt gondolom, vagy a változást, ahol fölismerik idejében, vagy a halálát. Mert egy idő után, és az olimpia is egy nagyon érdekes kérdés szerintem, hogy meddig maradhat még ebben a formájában, ugye, hogy a kuberteni eszmék okán ugye gyakorlatilag egy olimpiára kijutni nehezebb kistúzással bizonyos sportágokban, mint megnyerni azt. Sok sportág van, ahol a világbajnokságot nehezebb megnyerni, mint az olimpiát, mert szabadkártyával, meg mit tudom én, milyen hülye kvalifikációs rendszereken keresztül egy sokkal hígabb mezőny megy ott, hogy mindenki ott le. Nem. Tehát azt is el kell fogadni, nem, tehát nem érdekel az hogy jaj, hogy szegényként már idejött és akkor úszikázik egyet, hanem tényleg mindenhol a legjobbat akarod látni, a legöldöklőbbet. Erre próbál sok sportág egyébként reagálni. Jó, de mifelé kell elmozdulni a sportágnak, az a kérdés, mert hogyha az e-sport a konkurencia, akkor azért ezt nehezen tudod megfogni, a futball nem fog átalakulni. A nagy kérdés persze, hogy mikor fognak ezek a bizonyos streaming szolgáltatók mondjuk jogokat venni, mert azt simán el tudom képzelni, hogy majd a nem lehet kimondani milyen nevű sorozatok özönét a gyártó. A netpincére gondolsz, igen, nem? Igen, arra a netpincére, azt már ki lehet mondani. Hogy ott lesz egy foci VB, és azt mondják, hogy előfizetsz rá és nézed, vagy nem nézed, tehát hogy valójában tényleg, mintha a televízió kezdene egy kicsit ebből kikopni. Hogy előfizet vagy nem fizet, azért látom egyre problémásnak, mert jelen pillanatban a nagy világesemények mögött álló cégek azért fizetnek, hogy minden országban minél többen láthassák ezeket a mérkőzéseket. Tehát ezt nehezen tudom elhinni. Most az, hogy mit tudom én, egy championship, az vagy fizetős tegyen,
Oké. És akkor mi van? De az, hogy egy VB vagy egy EB, nem hiszem. Hiszen hát, ott nagy cégek az azért fizetnek, hogy mindenhol bejusson a VB, és mindenhol lássák a logójukat. Az az igazság, hogy alapvetően, tehát mi szerintem, amikor arra gondolunk, hogy sportot nézünk tévében, vagy néztünk tévében, mondjuk fiatalabb korunkban, akkor mi már nem arra gondolunk, amire a mai 20 évesek. Mert ez gyakorlatilag egy szertartás volt. Nem? Délután volt egy meccs, oda készítetted, nem tudom, a gyerekén nyilván nem a sört készítetted. Tehát azt, hogy éltük meg, amikor ugye volt egy időszak, amikor a magyar NB1-et nem láttuk a tévében, mert ugye a jogok ugyan nem voltak senkinél, de senki nem is adhatta. A szakvépsoros kitalálta. Hát én dolgoztam abban a műsorban, TV2-n, ahol gól összefoglaló gyártottunk, de nem mutathattuk a gólokat, sőt a meccsekből egy percet se. De 25 perces vagy 30 perces műsor volt NB1-es forduló. Itt vagyunk a Győri stadion előtt, itt mennek be a szurkolók, Kovács bácsi mire számít, remélem nyerünk, köszönöm, és akkor meccs után halljuk a sajtótájékoztatót. Uh-huh. És ebből műsor volt, valóban. Ugye... Igen, tehát akkor az ugye az egy olyan különleges dolog volt. Ma, hogyha egy sörrel leszeretnél ülni sportközvetítést nézni, akkor hétfő éjfélkor leülsz, és végig ittas vagy vasárnap éjfélig, mert mindig sportközvetítés van. Te most a vágyaidról beszélsz, Krisztián, csak még nem jött össze. Tehát, hogy annyi akkora túlkínálat, hogy ez már... Mindent, figyelj, mindent lehet nézni, minden szinten, de tényleg nem csak sportot, hanem bármit, bárhol elérsz. Ennek nyilván megvan az egyik előnye, meg megvan tényleg az a hátránya, hogy olyan dolgokra talán nem jut elég figyelem, és tényleg hiányzik az emberből az a bizsergető érzés, hogy várod a hétvégét, hogy végre meccset lássál. Igen. Mert ma tényleg az, hogy hazamész, és hogyha... Igen. Hát ha most kedden hazamész, nincs BL, akkor is mit tudom én, látsz valamit a tévében, mert mit tudom, Bundesliga 2-t tudsz nézni, vagy akár, mikor kezdődnek az Európa-bajnoki selejtezők, azok is ugye úgy vannak itt, régen egy nap volt. Volt egy keddi, meg egy szombati játéknap, a szavaz. Most ugye úgy vannak a játéknapon meghatározva, hogy kezdheted kedden, szerdán, folytathatod csütörtökön, még játszhatsz, pénteken befejezheted, de szombaton már kezdődik a következő forduló játéknapja, tehát gyakorlatilag 10 napig folyamatosan nézheted a selejtezőket. És akkor még nem is fifáztál a konzolom. Tehát itt vagyunk az e-sportnál. Nem tudom, hogy szerintem Szilárd a legfiatalabb közülünk, bár lehet, hogy Krisztián ezzel olyan túlbecsülöm. Bocsáss, meg én vagyok a legfiatalabb. Ezt komolyan mondod? Igen. Na most ki menjünk. Ezen öveztettem szakállat, hogy... Ez jó, akkor nem vagyok annyira öreg mégsem. De miért? Az e-sport, Kajzi véleményét ebben azért nem kérdezem, mert egyrészt lejár az adásidő, mire mindenki sebűségét elmondaná, másrészt mert pontosan ismerem. Titeket mennyire mozgat meg, és most olyan értelemben gondolom, hogy tényleg akik a sportban éltek, és a sport a nagy szíveteknek a csücske. Láttok-e benne konkurenciát, tudomásul veszitek, hogy mostantól akkor ez is sportnak számít, magatok is űzitek, és ezért tökre elfogadjátok, hogy viszonyultok hozzá? Bevallom, én visszolgok ettől, hogy az e-sportot sportként kezelik. Na, először beszéljük meg, hogy mit mondasz. Jó. Én vagyok az idősem, majd elröntök. Te nem mentem az e-sport fesztiválra, ugye, amikor Pesten megrendezték, és akkor, amikor én voltam ott azon a napon, akkor már nem volt akkora tömeg, de ugye a FIFA selejtezőkön hatalmas tömeg volt, és hatalmas pénzek vannak, és hatalmas pénzeket osztanak ki, ugye elő lehetett olvasni, hogy mennyiért rendezték meg, milyen, mekkora nyeremények voltak, ugye pénzben kifejezve, forintban kifejezve. De ha már azt mondjuk, hogy e-sport közvetítések, akkor azokat ugye meg lehet nézni, oda lehet kapcsolni, és nem tudom, hogy már láttatok-e, de egy akármilyen egy tízmilliós játék, akkor van a, nem is tudom még milyenek vannak, de van a, ugye a FIFA, ez hát a két legismertebb, van a LOL az a harmadik legismertebb, igen. És akkor ezekből vannak ugye a különböző világ és Európa és különböző szintű területi bajnokságok. Mi az első? Ez a Cségó, ez a lövöldözős. Micsoda? Counter-Strike! Na, bocsáss meg, igen. Én még így ismertem. Én meg úgy, hogy Counter-Strike. Jó, de te öregebb vagy. Na, és akkor az a lényeg, hogy olyan szinten nyomják a közvetítéseket, hogy én azt nem hittem el. Tehát, és a magyarok is nagyon jók benne egyébként. Tehát be nem állt a szájuk, folyamatosan infóztak valamit, folyamatosan mondták, hogy mi történik a képernyőn. Ugye két műsorvezető van, illetve két kommentátor, és hát ez a League of Legends. Hogy hihetett, igen. Hogy mi történik, hogy történik, mit csinálnak, interjúk vannak közben, és mindenki, ugye most a szakértelemről beszélünk,
ott teljes szakértő mindenki, ott teljes kocka mindenki, aki oda kerül szerintem. És ők ez jó értelemben, hogy igen, valóban így van, az én gyerekeim is játszották, meg játsszák ezt a LoL-t folyamatosan, és néha látom, hogy nem játszik, hanem valóban néz egy meccset, úgy, ahogy mi nézünk összefoglalót a tévében, vagy Bajnokok Ligája foci meccset. Nézi, és ott két ember ordibál és kiabál, és ők értik is, hogy miről van szó. Hát a nagy kérdés, hogy tényleg erről beszéltünk a Superliga kapcsán is, hogy ezt a nemzedéket meg tudja még valamilyen módon nyerni magának a klasszikus sport. Hát nem. Valószínűleg akik ezeket szervezik, rommá keresik magukat, hogy két ember, nem tudom, lövi egymást, meg fifázik, tehát ezen tök jól lehet keresni. Ez oké, de azért én azt a counter-strike-ozást nem tartom sportnak. Tehát az, amikor a játék arról szól, hogy másik ember életét kiolcsd, az nagyon messze van a sport eszméjétől egyébként szerintem. Én egyébként én apukámmal még a World Cup 98-al játszottam, és egyébként én mindig a gép ellen játszom. Tehát én online sem szeretek fifázni, mert mindig valaki tönkrever a másik oldalon, aki össze-vissza szétcselezi magát, aminek semmi köze a valósághoz. Tehát én inkább a szimulációt szeretem a FIFA-ban, nem azt, hogy egy Új-Zélandit vagy bárki mást megverjek, de alapvetően az e-sporttal nekem úgy nincsen különösebb bajom. A technikai sportokat illetően, tehát autóversenyes játékokat illetően szerintem teljesen rendben van. Ott az a szimuláció talán, maga is nagyon komoly egyébként. Az van talán a legközelebb a valósághoz. Hát, azt leszámít, hogy nyilván azok a fizikai hatások érnek. Igen. Tehát autót vezetni így nagyon könnyű. Én néztem a múltkor egy közösségi oldalon egy videót, hogy rallizik a srác, tehát azt sem tudom, hogy mit csinál, és úgy halad a rallis játékban, mint a szélvész, de nyilvánvaló, hogy ezt egyébként a való életben nem biztos, hogy meg tudná csinálni. És a sportértéke, ugye, kevesen, de például Mihelis Norbi ugye szimulátoros volt. Azért mondom, hogy ez az autós vonal, ez rendben van, meg a FIFA is. Igen, itt visszamegy egy kicsit, hogy valami köze van az eredetihez, hiszen tényleg simán jól képzelni, hogy valaki, aki jó a szimulátorban, arra kiderül, hogy olyan készségei vannak, hogy aztán egy autóban is. Abszolút. Ebből nyilván a FIFA-ban ez nem így van, hiszen valaki meg tudja kicselezni a teljes védelmet, attól nem fog olyan gólt lenni, mint Salah lőtt itt a hétvégén a Manchester City-nek, aki ezt megcsinálta ugye 5D-ben 50 ezer néző előtt. Lezárva ezt a témát, a tapasztalat jelenleg az, hogy itt Magyarországon főleg, ha egy-egy olyan nagy világesemény van, aminek mondjuk a magyar vonatkozása is erős, annak a televíziós vonzottsága, nézettsége még tud vetekedni mondjuk a régebbi időkkel. Most csak én elolvastam egy cikket, hogy 2017-ben, amikor itt volt a vizes VB Magyarországon, akkor egy hónapon át a magyar köztévé sport csatornájának az átlag nézettsége az verte a kereskedelmi tévékét, és a kereskedelmileg fontos korosztályban is. Tehát ott az egy olyan szituáció volt, amikor azt mondták, hogy magyar-horvát vízilabda döntő, és nem tudom hány millióan nézték, ami korábban manapság elképzelhetetlen. Hát kikaptunk, de hát azt nem tudták előre. Akkor biztos nem nézték volna annyian. Nem, ez az ezek is érdekes dolgok, hogy tényleg én emlékszem arra ugye az első kemény dénes aranyéremre, ugye a 3-2-re, hogy azt meg tudod mondani. De hogy itt tényleg döntőt játszottunk? Tehát, hogy érted? Hát az kettő ez a között másik... pont 20 év volt egyébként, mert az 97-ben volt, amit te mondasz, igen. Ha jól emlékszem. Firenze, 97 Firenze, igaz? Az nem, igaz, Firenzében a horvátok elleni nagy 99-ben a Biros 6 gólt lőtt. Ez előtte volt talán ilyen. Belgrádban, nem tudom, és ott 3-2 lett valóban a Kássás 3-gólyával. Az az igazság, bocsánat, picit most a televíziózás ellen beszélek, de az lenne az igazán jó, hogyha az emberek mondjuk egy része azért nem nézné tévében a meccset, mert kim van a stadionban. De pont ez, ez benne a 22-es csapdája, hogy nagyon sokan azért nem mennek ki, mert hát így van. Kimész a helyszínre, ott csak egyet nézhetsz. Igen, de a fű otthon... illatát érzem. Persze, jó, de ez... csattan a labda. Meg fogják oldani Krisztián 10 év múlva, hogy a fű illatát a nappaliban is érezni fogod, és még az is lehet, hogy hátba veregetett. Próbálkoztak annak idején, a szagos moziban nem jött be, állítólag. Hát igen. Azért az más, amikor... Csak mi még tudjuk, hogy ez mit jelent. Tehát pont az a baj, hogy egy olyan generációt kéne kicsalni a stadionban, akinek erről semmilyen tapasztalata meg élménye, és vágya se nagyon van, viszont mindent megkap készen gyakorlatilag a televízión, vagy a mondjuk, valahogy kötni kellene ugye a népet arra, hogy kimenjen, hogy kimenjenek az emberek. Hát jó, de akkor mész ki, hogyha, hát szinte lehetetlen, hát itt akkor mész ki teltházas meccsre, vagy akkor van teltházas meccs,
hogyha a magyar válogatott játszik, és lehetőség szerint az angol, a francia, az olasz, a portugál, vagy a brazil válogatott az ellenfél. Ezt a Vidi is megcsinálta a Grupa Arénába, meg a Ferencváros de most is megcsinálja. Én mondtam volna tovább, hogy, ha olyan az ellenfél. Hát az a baj, azért, tehát ugye ez mindig veszőparipája azoknak, akik ugye a sport, a labdarúgás, és vagy ugye a stadionnak ellen vannak, hogy mert nem mennek ki. Azért mennek ki az emberek, mert egyébként még egyszer, iszonyatosan durva a konkurencia a foci, vagy a sport meccsekkel szemben. Most elmentél hétvégén Fehérváron, Böndörödőke, Feketehegy szárazréteni rendezvény, tehát hogy annyi ingyenes egyéb rendezvény van, ahova még a családot is elviheted, még mondjuk kimész egy meccsre, ott fizetni kell, esetleg hideg van, nem is olyan jó, nem a Ronaldo játszik, hanem a Kodró, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon, sosem lesz ebben a régióban, már sosem lesznek tehát házas meccsek, tehát kár azon gondolkozni, hogy mennyien voltak annak idején a tényleg a páros rangadókon a puskár. Nem, ott akkor nem volt, embernek az volt a szórakozása, hétvégén, amikor lehúzta a három műszakba a gyárba a hetét, akkor szombaton kiment a mes és kiengedte a fáradt gőzt. Ugye Angliában is ez volt, ettől volt olyan a foci és az egésznek a hangulata, csak ott a mai napig tényleg kimész a stadionba, és a Harry Kane-t nézed, a Cristiano Ronaldo-t most, meg a, mit tudom, az Endidit, meg akárkit. Tehát, hát a világszínvonal alatt kapott, és ezt de nyilván... De ott sem a izé megy már ki a melós a hétvégére, mert nincs már rá pénze. Ő nem tudja megfizetni. Igen, marad a tévé. Éppen ezért talán a televíziónak még nincs teljesen, még nem fellegzett be, bár egyébként fizetős csatornákon kell nézni mondjuk a Premier League-et is. Viszont az nagyon érdekes, hogy miközben mi arról beszélünk, hogy Premier League és a világ legjobb színvonala, tudtam ma például bármekkora nagy összegeket, és tényleg még ezek a magyar tévécsatornák is örre mennek mondjuk a Premier League vagy a legjobb bajnokságok közvetítési jogáért, de a nézettsége egyébként például egy Forma 1-hez képest, hát nem azt mondom, hogy a békafeneke alatt van, de sokkal kisebb, nagyon gondolnánk. Nehéz az összehasonlítás, körtét hasonlítunk az almával. Ugye, ma már sport közvetítésekről. Oké, nagyon sok ma már a Forma 1-es futam is, de 23 van belőle egy évben. Még a Premier League fordulóból van 36, és akkor szorozd meg 10 mérkőzéssel, 360 mérkőzést állítunk most szembe 23 Forma 1-es futammal. Egyébként a világbajnokság is e felé megy, hiszen ugye felvetődött, hogy két évente rendeznének, sőt, kellene már naponta talán egy EB-n. Ezt a témát szeretném a jövő hétre hagyni, mert van ígéretem olyan vendégre, akivel nagyon szívesen beszélgetek majd erről. Egyébként valóban ez is most a legújabb őrület. Na de viszont akkor is akkor térjük rá. De tényleg a Forma 1 egyébként, főleg miatt amerikai kézben van, és Eccleston kezéből kivették a gyeplőt, sok olyan dolgot hozott be például, kifejezetten olyat, amivel megpróbálják elérni a fiatalabb generációt, azt a generációt, aki már okostelefonnal nézi a közvetítést, vagy az okostelefonnal megy ki a helyszín, és nem azért telefonáljon, hanem mert akarja az infókat. Tehát rengeteg olyan dolgot találtak ki az amerikai jogtulajdonosok, amivel tényleg közelebb hozzák. Szavazhatsz a nap versenyzőjére, bármennyire is semmi értelme nincsen, és mindig szimpátia szavazás, de hogy sok olyan dolgot vittek bele, próbálják amennyire lehet interaktívvá tenni a kulisszatitkokat. Egy Premier League-ben mikor hallod azt, hogy mit mond mondjuk a Guardiola a Grealishnek? Soha! Oda megy a szabadrúgásnál a csávó, az egyik a másikhoz, és... Míg a Forma 1-ben ez zseniális, hogy egy pici fázis kézéssel. Ugyanaz a kategória. De ez már megvolt az amerikaiak előtt is, csak azt mondom, hogy a Forma 1-ben ez, és oké, legyen az amerikai foci, tehát ez egy jó része az amerikai focinak, sok mással ellentétben. De valószínűleg ott sem hallunk mindent, mert mondjuk a csapatutasításokat nem biztos. A futam után a komplett rádióbeszélgetések visszahallgathatóak. Nyilván ez mely szűk réteget érint, vagy érdekel, de visszahallgathatóak. Az Instagramon, a Facebookon gyakorlatilag néhány órával a futam után mindig fölkerülnek a legjobb rádióbeszélgetések az akcióra rátéve. Tehát nagyon-nagyon sokat dolgozik azért a Forma 1, hogy bár a versenyek sokszor unalmasak, maga a tévéközvetítés és az egésznek a fölépítése, a hozzáadott plusz, az ver jelen pillanatban mindent és mindenkit. Hát tehát azt mondod, bocsánat, hogyha egy írmót mezőköves, unalmas, de hallod, hogy
mit mond a két edző, és 4000 statisztika megjelenik a bal oldalon, a jobb alsó sarokban, a jobb felső sarokban, ennyi, akkor azt mondod, hogy ez össze van. Ezt nézném. Ad hozzá, nem biztos, hogy nézném, de ad hozzá. Mondom, őszintén, nekem nincs bajom a Forma 1-e, de azért néha rohadt unalmas. De tényleg. Igen, erre mondta egyiket a Tomi Körtét Almával egyrészt, másrészt pedig valóban érdemes lenne nyilván világviszonylatban is összehasonlítani, mert azért nem gondolom, hogy alapvetően mondjuk az európai futball, és főleg a csúcsfutball az kevésbé lenne népszerű világviszonylatban, mint a Forma 1. Itt most a magyarországi közvetítés nézettségről volt szó, és hát nem sok időnk marad az adásból, de szeretném, hogy egy kicsit azért tényleg így a szüke pátriárkánkba is megfordulnánk, és most jelzem, hogy ezt direkt mondtam így, és ez egy elszólásnak a klasszikus felidézése. Isten nyugosztalja Fulsanyi bácsit. Igen, szóval, hogy hát ha már a mezőkövesdit szóba került, tegnap ugye két edzőt is menesztettek az NB1-ből, Pinyőt, mindannyiunk kedvenc Pintér Attilát. És az az érdekes, hogy azt a Giovanni Constantinót az MTK-tól, aki egyébként 3 győzelmet adott eddig ebben a szezonban az MTK-val a bajnokságban, ugye 8 forduló alatt, és a MOL Fehérvárnak 2 van. Minden héten eljátszhatjuk ugyanazt a mantrát ugye a Vidi kapcsán, hogy nyerni kéne most már. Ugye a német Zoli kollégám meg is írta, hogy nem tudom, azt hiszem 9 éve vagy 14 éve volt ilyen utoljáról 8 fordulóból 5-öt döntetlennel fejezett be egy csapat. De itt még tart a türelem. Konstantinónak megköszönték azzal együtt, hogy egy egészen más célokért küzdő és másfajta filozófia mentén működő együttesnél egyébként több győzelme van, mint a Vidinek. Hát kicsit vérzik a szívem Pinyőért, bevallom, hiszen mindig élmény hallgatni és látni. Ha már arról beszéltük, hogy a kispadok világa, meg hogy mit mondanak az edzők. Azzal együtt, hogy Pinyőnek egyébként tényleg jó, tehát neki másképp vannak jó mondásai, mint Horváth Ferinek, vagy tényleg Salló Istvánnak. Ő nem akarja. Neki úgy vannak, hogy nem így szeretne. Így viszont azt gondolom, hogy én mindig, tehát igen, persze szoktunk így, főleg a legendás állítólagos mondásaim, meg tényleg ami őt igazolja, ezeken így mosolyogni, de azért a magyar edzők közül kevésnek van ilyen pedigréje, mint a Pinyőnek, és egy dolgot nem, tehát hogy tényleg ahova ment, ott mindig a csapat előrébb lépett. Hát most jó, érdekes az a nyilatkozat, amit felolvastál, hogy átvette, fölvitte az élvonalba, ő ajánlott valakit utána, aki aztán följebb vitte a csapatot, az is őt igazolja, meg most éppen ugye a legjobb az volt, azt mondta, hogy az volt az előző mezőkövesdi ténykedésének a csúcsa, hogy 5 pontra végeztek az ötödik helytől. Tehát, hogy a 12 csapatos mezőnyben magyarán a második felébe voltak a mezőnek, de 5 pontra voltak, és most ugyanúgy 5 pontra vannak a harmadik helytől, csak most éppen 11-ek. Tehát mindig van olyan megközelítés, főleg egy kis bajnokságban, hogy egy győzelem után hirtelen már sikeres szériát látsz építeni. De ami nyilván minket jobban érdekel, hogy Krisztián, hát mint műsorközben, mint hivatalos hangulat felelős. Hát milyen a hangulat a Sóstó mostanában? Hát... Poénkodtunk már párszor. Könnyű buzdítani a közönséget. Mert Pintér Attila jön Fehérvárra, de ha esetleg Szabicsnak lefő a kávé. Hát akkor Dárda jön, ugye, hogy a újságok írták. Nem tudom, én nem tudom, hogy mi van. Tehát elképzelésem sincs, hogy mi lehet. Nézed a meccseket, amikor... Nem nézem. Rászol meg a fülek, Krisztián, gól volt, mondjad be. 9-le, 18-be, nem tudom. Akkor ki a 9? Melyik 9-es? 2 van. Mind a két csapatban van 9-es. Azt látom én néha, hogy vagy konkrétan talán a Puskás elleni meccsen, hogy Szabics Imre ott áll a technikai zóna szélén, nem tudom, hogy most védekezni kellett volna visszamenni, vagy inkább egy kontra volt már a végén, mikor ember előnyben volt a csapat, és mutatta a hátsó orlakzatnak, hogy gyerünk, menjünk fölfelé. És fölmentek? Hát fölmentek, de nem azzal a nagy elánnal, amivel ezt szerintem Szabics szerette volna. Tehát... Hát én most megkockáztatok, valami... tényleg legalább harmadik adás, amikor ezzel foglalkozunk, hogy a Vidi mikor kezd el már nyerni. Én megkockáztatom, hogy nem sokáig van már Szabics Imrének ideje ezt elkezdeni. Aztán lehet, hogy beesik egy... Utána behívjuk ide. Beesik egy 3 győztes széria. Ugye Pinyő nyilatkozta most, hogy Európára szóló volt, amikor a mezőkövesdel 13 meccsel át nem kapott ki. A The Sun is erről cikkezett. Igen. Sky Sport a dokumentumfilmet forgattak róla.
Szóval, hogy ha nem érkezik el az a pillanat, és azért Sallu István személyében azt kell, hogy gondoljam, hogy most egy igazán tökös főnöke van Szabicsnak, minden jó viszony ellenére, itt nem sokáig lehet már hetedik helyen állni egy Molfehérvárral. De ezt szerintem elmondtam korábban is, hogy itt nem a Szabicssal van, ez egy rossz keret egyelőre. Tehát ez egy rossz, szerintem nekem úgy tűnik szerintem kívülről, hogy a kémia sem működik, ami azért meghatározó egy csapat életében, és ez egy rosszul összerakott keret, ami ugye nem Szabics és nem Sallói hibája jelen pillanatban, hanem az elmúlt években nem sikerült azt megvalósítani. Pedig ott a példa, a Fradi, ahol tényleg egy szisztematikus építkezés zajlik, tudják, hogy ha viszik a jobb hátvédet télen, akkor már novemberben keresem azt a jobb hátvédet, akit megveszek télen, hogy utána nyára jó legyen. Én azt azért nem osztom, hogy a Kovács Zolin kell mindent elporolni. Mi nem mondtam, hogy a Kovács, azt mondom, az elmúlt évek. Rossz, hát az ő. Fradinál is volt rossz, tehát azért a Tomasz Dól alatt tényleg az rajtuk röhögött, tehát akkor is azért már kiemelkedő anyagi lehetőségeik voltak. Valószínűleg ott tényleg a sportigazgatónak azért nagyon komoly szerepe van abban, hogy ez a fellendülés megkezdődött. Bízunk benne, hogy majd Sallói megfelel ennek a kihívásnak. Nyilván ő maga is nyilatkozta, hogy még a télen vagy 5 igazolásra szükség lesz, tehát ő is látja valószínűleg a keret hiányosságait, és akkor talán majd jövő nyárra valóban összeállhat egy erős csapat. Én csak fölvettem, mondom kérdésként, hogy Szabics ez megkapja a lehetőséget, hogy kivárja mondjuk ezt a téli átigazolási időszakot, vagy pedig azt mondják neki, hogy köszönjük. Hát szerintem annyi türelem lesz, de sajnos én azt látom egyébként, hogy ugyanott tart a csapat, ahol az elbukott Újpest elleni kupadöntőn, tehát hogy nincs különösebb előrelépés, és mennek a hetek, mennek a hónapok, és én abszolút nem látok semmiféle előrelépést. Tehát az, hogy a Puskás, ami most nem azért mondom, egy rossz csapat, 20 percet emberelőnyben játszottak, hát illett volna azért megnyerni, de hogy Debrecenben több mint egy fél időt játszottak emberelőnyben, hát azt már végképp be kellett volna húzni, mert a Vidiről van szó, amely a Ferencváros kihívója kellene, hogy legyen, de hát ettől olyan messze van, mint Makó Jeruzsálem. Tehát rettenetes. Tehát szerintem lassan lesz meg, hogy azért a Káli a Vidinek. A Messivel, Bappéval, Neymarról fölálló Paris Saint-Germain. Jaj, hagyjuk már francia bajnokságot. Renn a hétvégén kicsit elintézze őket. Szilárd, te nem vagy egy vehemens típus, te levetetnéd a meszt a játékosokkal adott esetben? Eláttam már őket mez nélkül, úgyhogy nem különösebben. De a kodrót nem. Nem rossz megközelítés, nem feltétlenül erre gondoltam, de beszélhetünk így is róla. Nem különösebben vágyom, ezt nem levetetni kell, hanem tényleg, és mondhatjuk, másikat rájuk adni. Tehát most már nem tudjuk elégszer, vagy eléggé hangsúlyozni azt, hogy meg kell ragadni a lehetőséget. Tehát ilyen lehetőségek, amik tényleg most már itt vannak, hogy emberelőny után, és még mindig nem tudjuk megragadni, Az már valahol a fejekben az olyan probléma, amit igenis az edzőnek kell ott két pofonnal, vagy akármivel helyre raknia, mert ha nem, akkor ez így nem lesz jó. Ha pedig az edzőnek nem sikerül, akkor az edzőt kell megpofozni valakinek. Hogy el fog beszélgetni egy-két emberre. Hát el kell, de hogy visszatér az emberelőny, az néha sokszor nehezebb, mert... Kapsz egy pirosat, mit csinálsz? Az Újpest azért megcsinálta a kupadöntőbe, neki nem okozott nehézséget. Én nem mondtam, hogy mindig, de azért a legtöbb hát azért... meg más egy kupadöntő, ahol vagy győző, vagy kikapsz, és mennybe mész, meg egészen már szerintem egy bajnoki mérkőzés. De még ráadásul hátrányba is kerültek Debrecenbe, azt azért ne felejtsük el. Volt egyébként olyan meccs is, ahol emberhátrányba került a Vidi, és jobban jött ki belőle, tényleg nem olyan egyértelmű, és egyébként itt van lassan az adásidőnk vége, úgyhogy sajnos azt a témát, ami miatt ezt a kérdést feltettem a Szilárdnak, már nem tudjuk kibeszélni. Egy mondat, én a mai napig azt, tehát nem is tudom, hogy fogalmazza meg, szóval én az oké, hogy ez a vadúzi, ez nagyon csúnya volt, de szerintem én nagyon sajnálom, hogy a Márko Nikolics elment innen Fehérváron, mert szerintem egy nagyon jó edző volt. Az a vadúzi, ez nagyon csúnya volt, aztán az a hullám, ez a lejtmenet szintén, de azért vele azért a Vidi azért oda tudott pörkölni. Hát akkor volt egy Lazovicsa az öltözőben, aki valószínűleg az elég sokat számított minden hát téren. Hát egy ideig. Ha már erre bizonyos mentalitásról beszélünk. Nem? Hát igen, de aztán utána a Lazovics visszavonult egyik óráról a másikra, és azért az Európa Ligás
menetelés az már Danko nélkül volt, és az egyértelműen a Nikolić érdeme volt. Látni lehetett, tehát a Chelsea ellen látni lehetett, hogy mennek, mint az állatok, és akkor is. És ezt ezen a csapaton, sőt a Kariofféle gárdán se nagyon lehetett. Na jó, hát akkor és a Fradin ezt látni lehet. Jövő héten beszéljük meg, hogy ilyenkor mi a jó szurkolói reakció. Azért tettem fel így ezt a kérdést, hogy az újpesti ultrák, vagy nem tudom, minek nevezzük őket, most nagyon mérgesek, és levetették ezt a játékosokkal, ami ultra körökben valami olyan gesztus, amit nagyon komolyan kell venni szegény játékosnak, és hát az ezzel kapcsolatos kicsi nekem szélsőséges álláspontomat szívesen kifejtette volna, de majd visszatérünk rá. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és a kedves nézőktől pedig azzal búcsúzom, hogy azért nézzenek a televízióban sportot, mert például az Alba Fehérvár Nyíregyháza mérkőzés láthatják majd felvételül itt a A kommentátor Somor Zoltán. Hát, vagy Farkas Szilárd. Igen. Vagy lejátszott főpapírolóban. Igen. És amire engedélyt kapunk, azt természetesen megmutatjuk önöknek. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra.